Köszöntöm Önöket a Szignatúrában, a Keszthelyi Televízió heti kulturális magazinjában. A Festetics kastélynál vagyunk, melynek parkjában nem mindennapi koncertet adott a jövőre 50 éves születésnapját ünneplő Edda művek akusztikus verzióban. Ezen kívül benézünk két színházi előadásra, egy fergeteges néptáncgálára, valamint egy Franciaországban élő magyar festő balatonfegyvesi kiállítására. Induljon hát az e-heti kultúrbarangolás! Szörnyek és sellők segítenek megmenteni a Balatont, legalábbis egy gyermekeknek szóló előadásban, mely a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával, az Árcintér közreműködésével valósult meg. A Balatoni Kacsavész című könyv alapján készült színdarab célja felhívni a figyelmet a magyar tenger sérülékenységére, a környezetvédelemre, a kicsik nyelvén. Sziom, mama! Siettem, ahogy csak tudtam. Mi történt? Én nagyon fáradt vagyok, majd a főkacsa elmondja. Jó. De ki az a főkacsa? Hát én. Kérlek, mondj el mindent pontosan. Sió mama, azért ilyen beteg, mert a Balaton, amiből az erejét meríti, szintén rossz állapotban van. Rátelepedett ugyanis a szívtelen szörnyetek és a bandája, akik azt hiszik, hogy minden csak az ő kényelmüket szolgálja. Láttunk már ilyet. A történet egy Hani Istok nevű lápi lényről és barátairól szól. Ők azok, akik a Balaton segítségére sietnek. Sió mama a Balaton tündére kéri meg, hogy tegyenek valamit azok ellen, akik a magyar tenger pusztulásának okozói. A főhőshöz csatlakozik a főkacsa, valamint a külföldi vizek lényei, olyan szörnyek, mint Nessie vagy a Kraken. Mint azok vannak, hogy a lehető legjobb tudásuk alapján megakadályozzák, hogy még rosszabb állapotba kerüljön a magyarok legnagyobb tava. Egy valós problémán dolgozunk fel, hiszen utána olvastunk így az olvasópróba, meg így a próba folyamat alatt, és tényleg, hogyha így folytatjuk sajnos, akkor a Balaton 50 év múlva, mint olyan, meg fog szűnni. De ez a darab nagyon jól mutatja azt, hogy ennek ez ellen lehet tenni. És jó, kicsit ugye gyerek szája, a gyerek ízzel, de hogy bemutatjuk azt, hogy a gépeket nem szabad ennyire használni, hogy a nádast nem szabad kivágni. És igazából a darab is erről szól, hogy van ez a Hani Istók nevezetű lápi lény, akit a Balaton tündére a Sió mama felkér, hogy mentse meg a Balatont. És rengeteg segítséget próbál kérni, aztán kiderül a végén, ami azt hiszem nem mondok el titkot, mert nem mondom el, hogy mi derül ki, de hogy nem feltétlen mindig a legerősebb, vagy a legnehezebb a megoldás, hanem mindig ott van a megoldás a szemünk előtt. Milyen csajok, kik, meg honnan, meg eleve ki az a kicsi? Dániából. Aha, érted. Mi az, hogy Dánia? Dánia, egy messzi ország. Értem. Mindegy, úgysem tudod. Majd megmondanátok, hogy mégis miről beszéltek? Főkacsa, majd mindjárt meglátom. A lápi lényekhez csatlakoznak a sellő lányok is. A három hölgy mindazonban, hogy az orvvadászok, orvhalászok és a parti építkezők szívére hason. Bíznak ugyanis abban, hogy ezzel meg tudják állítani a Balaton további pusztulását. A zenék is hozzájárulnak ahhoz, hogy még szerethetőbb legyen a történet a kicsik körében is. Tegnap például előadás közben véletlenül észrevettem, hogy az egyik kisfiú a könyvvel a kezében nézte az előadást, és hogy követte szemmel, hogy hol járunk. Meg a premiéren az Veszprémben volt, május 13-án, és ott az egyik kislány, mondjuk akkor nem volt ilyen jó idő, az egyik kislány kis rózsaszín kavátkában a nézőtér és a színpad között elkezdett táncolni a finálén. Meg nagyon-nagyon élvezik. Hát ugye, amit mondtam, hogy nagyon gyerekszájú ez az egész, és azért a gyerekek nyelvén
vannak úgy elmondva a szövegek, hogy szórakoztató is maga az előadás a gyerekeknek. De édesapámék is nézték az előadást, és például ők is nagyon jól szórakoztak rajta, úgyhogy a gyerekekhez van, tehát ugye a gyereknyelven van írva, de igazából mindenkinek szól. A darab Jenei Zoltán könyve alapján valósult meg Ostyáni Mihály rendezésével. A művészek bíznak abban, hogy a mondani való mindenkihez eljut, kicsikhez és nagyokhoz egyaránt. Én színész vagyok alapjáraton, és ez az első rendezésem. Ez az egyik a mércete, a másik pedig a mondani valója, ami nagyon fontos. Tehát nagyon-nagyon kizsigereljük sajnos, ez nem új keletű, a természetet, a bolygót. Mi itthon ezt a gyönyörű Balatont, ami mellett állunk. És ez a darab pont erről szól, hogy nem volna szabad talán nekünk embereknek ennyire nagy lábon élni, és ennyire mindenhatónak gondolni magunkat, és ennyire kipusztítani totálisan a környezetünket, mint ahogy a Balatont is tesszük. Pont a napokban olvastam megint, hogy a nádasnak hány százaléka pusztítódik. És ez a darab tulajdonképpen erről szól, úgyhogy nagyon fontos dologról beszél. Kemény legény, aki vadásnak áll be, célpontot keres nappal és este, lesben áll, hisz jöhet egy sakál. Kemény legény, aki vadásnak áll. A kaposvári születésű, de évtizedek óta Franciaországban élő Buda Balázs festőművész Balatonfenyvesen mutatkozott be a művészet kedvelő közönségnek. Festményei javarészt a klasszikus olajfestés technikájával készülnek, de a saját maga által kidolgozott olajkárpi technikájú képekből is hozott magával. Buda Balázs festőművész szüntelenül az élet szépségét próbálja megragadni vásznain. Minden, ami körülveszi őt, témához szolgálhat ehhez, az emberek, a természet, a környezet tárgyai. Mindezt sajátos művészi ábrázolásán keresztül osztja meg másokkal. A kiállítása leginkább tájképeket, illetve csendélet jellegű festményeket hozott. Vannak portrék is, és vannak figurális képek is, azt kifejezetten azért nem hoztam, mert az valószínűleg személyes. Többször ért az a kritika, hogy hát egy portré nekik nem mond semmit, csak annak, akiről készült. Úgyhogy portrét most nem hoztam. Viszont kétségtelen, hogy rengeteg csendélet és rengeteg tájkép van. Ez pedig attól függ, hogy mi az, ami megkap engem. A Balatontól Burgundiáig című tárlat természetesen nevében hordozza, milyen témájú alkotásokat hozott Balatonfenyvesre az 1988 óta Franciaországban élő és alkotó festőművész. A Balaton az érthető a kötődésem a Balatonhoz. A másik, hogy Burgundiában, Párizsban is szoktunk lakni, de Burgundiában van egy telek, ahova visszahúzódunk a francia forgatag elől, és hát ott tudok festeni. Úgyhogy például itt mögöttem a falom, már is a két országnak különböző pontjairól levő képek láthatók. Festményei javarészt a klasszikus olajfestés technikájával készülnek. A jól ismert témák lényegét ragadja meg. Legyen az portré, csendélet vagy tájkép, a hagyományostól eltérő felfogással, egyéni ecsetkezeléssel. Ő találta fel az olajkárpit egyéni technikát. A legtöbb festmény az hagyományos olajjal készül, míg nem kettő, talán mögöttem, a Moulin Rouge és egy másik kép, azt pedig úgy hívom, hogy olajkárpit, mert
egy hagyományos olajfestésre kerül rá a hímzés, gyöngyök, flitter, makramé. Tehát így alakul ki háromdimenziósra egy kép. Hát ez az én általam kitalált technika. A képeim a realisztikus ábrázolástól mennek az impressionizmusig. Ez manapság sem nagyon divat. Úgyhogy az elismertség az úgy van, de hát az azt hiszem más technikánál is és más stílusnál is, hogy meg kell találni azt a közönségkört, amelyik pontosan erre kap. Van közönségkör, de az szűkebb, mint az ember gondolná, tehát a nagy reklámozás nincsen. Buda Balázs csak a valóságot festi. Nem szeretek kitalálni, az nem az én stílusom. Az mondjuk más kérdés, hogy ha föltettem egy képet, akár tájkép, akár csendélet, akkor ugye utána az ember még alakít ahhoz képest, hogy milyen hangulatot próbál egy tájképen tükrözni. Buda Balázs úgy véli, művészettörténetileg inkább a múlthoz sorolná a stílusát. Franciaországban sincs már ennek nagy hagyománya, Magyarországon sincs. Az Egyesült Államokban nagyon, ők egy ilyen új realizmust hirdetnek, ők sokkal realistábbak, mint én. Spanyolországban van rengeteg, Olaszországban ilyen felkérés, amit kapok tőlük. Oda megyek, ahova hívnak. Lázár Ervin négyszögletű kerekerdő című művét nem kell bemutatni a nagy közönségnek. Mikka Makka, Vacska Mati, Dömdödöm, Bruckner Siegfried és a többi lakó történetei sokak szívét elrabolta már, a darabot pedig az Imre Sándor Szeretett Színház tagjai is nagyon szeretik játszani. Legutóbb, ugyan kis és szokatlan környezetben, egy diszkóban adták elő. Ébredeznek a négyszögletű kerekerdő lakói. A Romó, Szörnyeteg Lajos, Ló Szerafin, Bruckner Siegfried és Dömdödöm a napot mindig tornával kezdik. Mindannyian különös, különc egyéniségek, akik arra kényszerülnek, hogy a hétköznapi világban el nem ismert értékeiket az erdő zárt világában éljék meg. A külvilág kizárásával létrejövő közösség tagjai először önmagukkal, majd egymással kerülnek konfliktusba. Az egyes epizódok pergő párbeszédeiből megismerhetjük az erdőlakók csökönyös természetét, kalandjaik azonban a kiszerű vitákon túlmutatva a másik elfogadásának tanulásáról szólnak. Arról, hogy milyen nehéz feladniuk úgy önmagukat, hogy valami értékesebb részévé válhassanak. Ennek az elfogadásnak lesz az alapja a szeretet. Az Imre Sándor Szeretett Színház tagjai többek között pont ezért szeretik a darabot. Szerintem a mese az mindig magával ragadja az embereket. Én meg már nagyon régóta játszom egyébként, úgyhogy nekem ez az egyik olyan darab, hogy minden szerepet álmomból bárhol el tudom játszani, és nagyon szeretem is, tehát Lázár Ervint is, és már ezt a mesét meg különösképpen. Segíteni kéne nekik! Pogogácsok! Igen! Segíteni rajtuk! Hát, ha egyszer szorom valak! Hamarosan megint! Úristen, de ostoba vagy! Ezzel azt akarod mondani, hogy a minket támadnak meg? Na végre, hogy elcsattam, hogy mi az, hogy megtámadnak? Szép képnek! A szerepeket gyorsan elsajátították a Szeretett Színház művészei. Mindegyik egy külön egyéniség, amelyekkel azonosulni nem mindig könnyű, de nem is lehetetlen. Ló Szerafin például megosztó karakter. Őt Gyenese Szulamit alakítja. Úgy kell eljátszani, hogy meglegyen a maga
az, hogy ő a főnök, de a gyerekek mégis szeressék és lássák benne, hogy valójában ő is ugyanúgy a közösség részévé szeretne tartozni. Ez a darab nagyon sok mindenről szól, de az, hogy én ott a lovat játszom, és kiteljesedhetek benne úgy, mint aki mindig azt hiszi, hogy ő ott a főnök, ő ott a... aki mindent meg akar mondani, de közben pedig mégis tudja, hogy egy olyan csapat között van, ahol számítanak rá is, akikben megbízhat. Olyan bűk! Nekünk az a rosszatok vagy! Kincsel, kincsel, szöntel, sárgával, sárgál, sárgával, sárgál. A darabot már több helyszínen is előadták, azonban Vonyacvashegyen rendhagyó helyen volt a színpad. A helyszín, amikor ezt megtudtam, teljesen meglepődtem, tehát, hogy egy diszkóban, de a színpadnak van egy olyan kisugárzása, egy teljesen másik felépítése, hogy szerintem ebből egy nagyon jó dolgot lehet kihozni, egy teljesen másik perspektívában, szóval biztos vagyok benne, hogy egy új, de egy teljesen jó beállítás lesz. Azt hiszed, hogy arra fogunk hallgatni ebbe a fontos képészbe, aki azt tudja, mennyi kétszer kettő? Na jó! Akkor kétszer kettő! Esetleg fogd be a szádat, jó? A lángeszedet majd szalonna sütéshez fogjuk használni. A diszkó színpadának választása közös ötlet volt az önkormányzattal, szeretnek kísérletezni a vonyarciakkal, más szemszögből megmutatni az eseményeket. Nagyon jó kapcsolatunk van a Magyar Tenger Diszkóval, és gondoltuk, hogy megpróbáljuk itt is az előadást. A helyszín egyébként adott, van színpad, van minden, és hát így összekötöttük egy tini diszkóval ezt az előadást. A színdarab befejezéseként kezdődött a tini diszkó. A közönséggel közösen önfeledten táncoltak a színészek. A programot edukációs szempontból is fontosnak tartották a szervezők. A szülőket arról tájékoztatták, hogy biztonságban elengedhetik a fiatalokat szórakozni, de akár csatlakozhatnak is hozzájuk. Ismét fergeteges hangulatú estét varázsolt a Balatonszentgyörgyi Millenniumi Emlékparkba a helyi Kisbalaton táncegyüttes. Az 1961-ben alakult csoport hazánkban és határainkon túl is már számtalan alkalommal mutatta be a magyarság néptánc kincseit. A néphagyományok megőrzése volt a legfőbb célja a Kisbalatonesnek. Az idei színes programot is úgy állították össze, hogy a közönség a szórakozás mellett megismerkedhessen több kultúra művészeti értékeivel. Örömmel vesznek tudomásul itt, hogy az ő munkájuk nem veszett kárba, hiszen van egy utódnemzedék, aki továbbviszi mindazt a fáradozást, mindazt a törődést, mindazt a jó szándékot és mindazt a jó lelkűséget, azt a hűséget a nemzeti hagyományok iránt, a tánchagyományok és a népzene iránt, ami talán az elkövetkezendő nemzedékeken és a következő évszázadokon keresztül is megőrzi majd a következő idők magyarsága. Az Ilozsvai Sejmes Péter néptánc együttes tagjait régi barátság köti a balatonszentgyörgyiekhez. Az együttes 1951-ben alakult, fő célja a felvidéki magyar néptánc kultúra hiteles képviselése otthon és külföldön egyaránt.
Előadásmódjukra a hagyományok tiszteletben tartása jellemző. Számos elismerés birtokosai az együttes tagjai. Több éves kapcsolatnak az a titka talán, hogy olyan együttes vezetők voltak mindkét oldalon, akiknek fontos volt a barátság, fontos volt az összetartozás, és fontos volt a közösségépítés. És pont ennek köszönhetően ez a két együttes még mindig együtt van, sőt, már családi szálak is fűződnek egymáshoz az együttesen belül, együtteseken belül, és ez számomra nagyon fontos, mint együttes vezetőnek, hogy van egy szál az együttesnek, ami itt van Magyarországon, és még szép, még ebben szép vidék. Balaton-Szentgyörgyön. A mai este azért hoztunk olyan koreográfiákat, amely egy bukovinai kultúrát fog bemutatni, mert mi is Szórványból jöttünk, a bukovinák is ugye Szórványban vannak, és nagyon fontos, hogy mi is ezt a kultúrát valahogy úgy tegyük színpadra, úgy használjuk, úgy éljük meg, és úgy mutassuk meg a széles közönségnek is, hogy igenis egy elég gazdag és erős kultúra van a bukovinai székelyeknek itt Magyarországon, és mi meg felvidékül pont őket akarjuk megtanulni. A Kisbalaton táncegyüttes tagjainak fontos a határon túli kapcsolatok ápolása. A hagyományőrzés mellett az ismeretségek építése, a fiatalok bevonása is a célok között szerepel. Több mint 10 év vagyok a táncegyüttes tagja. Nagyon szeretek ide járni, hiszen egy nagyon-nagyon befogadó közösségről van szó, akik mi itt együtt vagyunk. Nagyon szeretünk együtt táncolni, együtt mozogni, együtt bandázni, mindenfélét csinálni. És nagyon szeretjük és örülünk annak, hogy az Ilosvai Sejmes Péter táncegyüttessel ilyen közös, szoros kapcsolatunk van, hiszen ők a testvér településünk, és nagyon örülünk neki, hogy most is idén eljöttek például, és mi is mehetünk hozzájuk, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon boldog pillanat és boldog kapcsolat. Kisbalaton Fesztivál 5 éve tart, a Kisbalaton estet második alkalommal rendezték meg a résztvevők legnagyobb örömére. Igazából a fontos az számunkra, hogy ápoljuk a határon túli magyar kapcsolatainkat, és idén most az Ilosvai Néptánc Együttes van nálunk, akivel már 43 éve működik ez a kapcsolat, és ez egy baráti kapcsolat, illetve már egy ilyen családok is alakultak ki, hiszen az Ilosvai vezetője a Bérma keresztapám, az ő fia meg a Bérma keresztfiam. A táncegyüttesek fellépése után a Szikesz zenekar adott koncertet, majd éjszakában nyúlóan táncházal ért véget a találkozó. Az EDA Művek jövőre ünnepi fennállásának 50. évfordulóját nemrég Keszthelyen, itt a Festetics Kastély parkjában adta 2,5 órás exkluzív Unplugged koncertet, ahol legendás régi nóták és új dalok is felcsendültek. Az EDA 1974-ben alakult Miskolcon, az alapítók a Miskolci Nehézipari Egyetem hallgatói voltak. A hallgatók kikapcsolódásként választották a zenélést. Pataki Attila, a zenekar frontembere így emlékszik vissza. Korábban kezdődött szerintem, ha édesanyám pocakjával, hogy hallottam, hogy ő kint, hogy énekel. Aztán később a Gyuri Deszka és a Pacsita Rádió mellett onnan kezdődött a zeneiség, és aztán ez folytatódott. És tényleg eljött az a pillanat, amikor 8. koromban egy gitárzenekart hoztam össze, 7. 8. koromban, 3 gitár és 1 pergődob. És azután már a gimnáziumban rendes profi 5-tagú zenekart sikerült összerántanom, és ott már mi abszolút a suli bálokkal játszottunk, tehát ott már abszolút profi zenekar voltunk. De én ettől is többet szerettem, hogy többet akartam, és édesapám álmait összetörve, aki mindenképpen építészmérnököt akart belőlem, én nem ezt az utat választottam, ne haragudj apa. De már megbékéltünk, és én a zenét választottam, a zenépelyet vonzott, nem tettem már se, ez a sorsom, ez az életem. Fáztam eleget. Kóboroltam tovább, időm kevés, mégis annyit valamihoz
ország. Elképesztően nagy szenvedéllyel szerettük volna megmutatni valamit magunkból, abból, hogy kik vagyunk mi ott Miskolcon, a környezetünkről dalokat írtunk, és azt megmutatni a világnak, és hittünk benne, hogy egyszer majd az emberek fogják énekelni a dalainkat. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt. Adj erőt, hogy be tudjam hinni, van hitem a magas falak előtt. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt. Adj erőt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak előtt. Ez eleinte a szenvedély hajtott minket, és aztán, ahogy tudatosodtunk, ahogy mentünk az úton, az ember egy jobban felfedezte azt az elképesztő lehetőséget, ami azt jelentette, hogy Eddává válhattunk, hogy én ott elő énekelek, és iszlenéklik az emberek. És aztán azt, hogy írják a levelekbe, hogy milyen fontos nekik a szövegvilág, és akkor így elkezdtünk egyre mélyebb rásni, és közben a felszínen meg elképesztő módon rengeteget találkoztunk a koncerteken. És az a kettő a lelkisége, tulajdonképpen a lendületes nóták és a lirenőr nóták, tehát a materiális világ, zenélés, létezés, és a dalok, a lirai ragok lelkisége összefonódott, és ebből egyszer csak egy nagyon jó kis edneművek lett. Keszthelyen az impozáns kastélyparkban akusztikus feldolgozásban hallhatta a közönség az edneművek legendás és új dalait. A zenekar nevéhez fűződő nóták a magyar rock történet klasszikusai. Nem volt hatalmas fényár és hatalmas hangerő, csak a lelket nyitogató dallamok. Az Unplugged koncertek mindig egy különleges hangulat a igazi nagy rock bulikhoz képest, mert itt ugye egyszer akusztikus hangszereken szólalnak, nyilván azt is ki kell erősíteni, de akusztikus hangszeren szólalnak meg azok a dalok, amit a fél ország tud és ismer. És ez egy újfajta hangszer és újfajta kihívás, úgy nagyon szeretjük ezt játszani. Mondod, hogy ki szerette, azt szerette, elmélt engedte. Vissza nem jön, többé soha. Az Edda művek sikerhez vezető útja nem volt hosszú. Az újabb és újabb dalok, lemezek, klippek, óriási koncerthangulatok és a közönség szeretete nagyon gyorsan ismertté tette a csapatot. A siker ma is töretlen. Minden korosztály énekli az Edda slágereket. A turnéprogramok kiemelkedő hangulatban telnek. Ezt érezte Keszthelyen is a közönség, és ezt érezhette az Edda művek minden tagja. Körül, csak a zene szól, és már nem lesz véges soha. A szívem a tiéd, te vagy a menedék. Kiáltás vagyok, szeretlek tudod, szeretlek tudod. Szeretetet jöttünk adni, és szeretetet kapunk. Ez az életünk, ez az utunk, és erről nem is fogunk letérni a következő 50 évben. Most pedig nézzünk néhány kulturális csemegét a következő napokból. Augusztus 10-től 12-ig, naponta 9 órától a Gyenesdiási Kárpáti Korzón harmadik alkalommal várja az érdeklődőket a Fafaragó alkotótábor. 12-én szombaton délelőtt 11 órakor tartják az első Gyenesdiási Nemzetközi Művésztábor záró kiállítását a Községházán. 13-án vasárnap délután 2 órától az Alaapáti rendezvénytéren a 13. Katonadal Fesztiválra várják az érdeklődőket, ahol fellép a Magyar Honvédség Veszprémi Légierőzenekara, az Alaapáti Harmonika Zenekar és a Rosmaring Népdalkör is. A kísérő programok között lesz ólomfigura öntőműhely, egyenruha és fegyverkiállítás, szimulátor, katonai járművek, felszerelések és kreatív ügyességi játékok. Kultúrbarangolásunk mára ugyan véget ért, de a tv2.hu weboldalon, valamint YouTube csatornánkon visszanézhetik műsorainkat, és megtalálhatnak minket a Facebookon is. Ne felejtsék, Szignatúra csütörtökönként itt a Keszthelyi Televízióban. A jövő heti viszontlátásra!